Sziasztok! A mostani videóban Kamala Harris és Donald Trump adóötleteit beszéljük meg, valamint azt, hogy ezek mit jelentnek a gazdaságnak, meg természetesen a tőzsdének. Megtárgyaljuk, hogy a fékező világgazdaság csak lelassít, avagy ne adj Isten, beüt a recesszió. És nyilván, ha már itt vagyunk, akkor találgatunk egy sort, hogy ennek kapcsán lesz-e tőzsdei összeomlás, vagy hát legalábbis már egy nyüves korrekció. Ugye már rengeteg videóban beszéltük, hogy az amerikai adósságpálya az fenntarthatatlan, a költségvetés hiánya folyamatosan 5% fölött van már jó ideje, az adósság gyorsabban nő, mint a gazdaság, ami hát nem egy hosszú távú sikerrecept. A két elnök jelölt a szavak szintjén persze kezeli is a gondot, Trump adót csökkentene és a kiadásokra figyelne oda, Harris adót emelne, és a szociális kiadásokat azokat tovább növelni. És hát nyilván mindenki azt mondja, hogy hát alatta aztán így nagyon szépen és nagyon jól fog muzsikálni a gazdaság. Csak hogy a kampány nyilatkozatok nehogy túlságosan megnyugtassanak, szembe azzal, amit a két jelölt mond, a valóság igen lehangoló. Trump ugye a 2017-es adócsökkentését véglegesíteni, ami, hogyha a kongresszus nem csinál semmit, akkor 2025-ben kifut. Sőt, hát ráhúzna még egy lappal, és a társasági adó 15%-ra vinné le. A bevétel csökkenését védővámokkal meg a költségekre való odafigyelésen oldaná meg, vagyis megpróbálkozik a lehetetlennel, hogy úgy faragjon a kiadásokon, hogy ez ne fájjon az embereknek, és a költségvetési auditot nem másra, mint Elon Musk-ra bízná Trump, már ha van ideje még ezzel is foglalkozni Musk-nak. Ha ez megvalósulna, hát annak biztosan nem örülnének a Tesla részvényesei, mert a politika azért jó be tudja szívni az embert, még akkor is, hogyha Musk ugye ezen a téren egy Superman, és jól meg tudja osztani a figyelmét a sok cégek között. Ami a költség lefaragást illeti, hát ugye Elon a Twitter esetében azért megmutatta, hogy itt messze tovább lehet menni annál, mint azt sokan gondolnák, hogy kirokta az emberek 75%-át, aztán a cég ugyanúgy ment tovább, mint korábban, sőt, hát az elmaradó reklámbevételektől eltekintve még dinamikusabb volt a fejlődése. No, de hát nyilván ugye a közigazgatásban dolgozók 75%-át nem engedik majd meg neki, hogy kirúgja, de minden bizonyal ilyen új technológiákat beemelne az államigazgatásba, amivel növelhetné ott a hatékonyságot. A kérdés, hogy ezzel megmentenék-e a költségvetést? Hát vélhetően nem. Kamala Harris lényegében a Biden csomagot viszi tovább, a társasági adót 21-28%-ra emelni, az áfanyereség adót az 1 millió dolláros jövedelem feletti sávba 28%-ra emelni, itt ilyen sávos adóban Amerikában most 20%-a tető. De a gazdagok megadóztatásán túl Harris támogatná az első otthont vásárlókat, adókedvezményt adna a kisvállalkozásoknak, a gyerekszülés után is járna mindenféle adókedvezmény. Ezek így együtt egy évtized alatt 1400 milliárd dollárral növelnék a költségvetés hiányát, Trump nagy tervei 10 év alatt ilyen 4-6 ezer milliárd dolláros extra költségvetési hiányt okoznának elemzők szerint. 2025-ben Trump személyi jövedelemadó kedvezményei is kifutnak, Trump ezeket nyilván bebetonozná, Harris csak a 400 ezer dollár jövedelem alatt hagyná meg ezeket a kedvezményeket. A gazdagokat a demokraták még a nem realizált árfolyamnyereség után is megadóztatnák, de hát itt azért még vannak kérdőjelek. A Goldman Sachs okos elemzői szerint a Trump-féle adóvágás az így 4%-kal növelni az S&P 500-ban lévő cégek átlagos profitját, a Harris terv meg 8%-kal csökkenteni azt. Valamint Trump inkább a dereguláció, a kevesebb cégeket megkötő szabályozás híve, amit természetesen szeret a vállalati szektor, tehát rövid távon, 12-18 hónapos időtávon Trumpot szeretnék jobban a piacok, hosszú távon meg a múlt tapasztalata alapján tök mindegy, hogy demokrata vagy republikánus az elnök. Ha rövid távon gondolkozunk, akkor novemberben, vagyis hamarosan indul a következő tőzsdetanfolyamom, ahol portfólióépítés, részvénykiválasztás meg egyéb nyalánságok lesznek terítéken. Visszakanyarodva Amerikára, az ilyen adójogszabály változtatáshoz, ott a kongresszus kell. Az meg ritka nagyon, hogy az elnök pártjának többsége van, tehát bárki bármit akar, nagy alkudozás meg engedmények kellenek majd mindkét fél részéről, ezért én arra fogadnék, hogy nem fog az USA letérni a növekvő, fenntarthatatlan adósság pályáról még jó ideig, hát meg vannak még extra akadályok a költségvetési hiány csökkentése előtt, ott van például az állami szociális alap,
ami az ezzel szerződötteknek fizet nyugdíjat, meg egyéb járulékokat, és mivel az USA-ba is öregszik a társadalom, csökken az új belépők száma, még egyre többen veszek igénybe a szolgáltatásokat, 2035-re ki fog örülni ez az alap, itt meg hát ugye állami kötelezettségvállalás van, tehát a költségvetésből kell majd oda tenni a pénzt. Ami az adóemeléseket illeti, hát ott is lehetnek nehézségek, már átmegy a kongresszuson, ugyanis faramúci módon ezek nyílott Amerikába a beszedett adók volumene és a háztartás tulajdonában lévő befektetések értéke az eléggé korrelál, egymással együtt mozognak. Ennek oka lehetne az is, hogyha esik az árfolyam, akkor ezek a csúnya cégvezetők kirúgdossák az embereket, hogy leforogják a költségeket, de a munkanélküliség meg az árfolyam azok így messze nem járnak kéz a kézbe. Itt az ábrán láthatod, hogy pont egy éves csúszással követi egymást az adó volumen és az árfolyam mozgás, a 2020-as emelkedést az 21-ben adózták le, ami arra utal, hogy a vagyon nagy része a tőzsdéhez kapcsolódik Amerikába, annak is közel lehet ez a jelenséghez, hogy a vagyon egyre nagyobb része koncentrálódik az USA-ba, a top 10% kezébe, ez meg ugye javarész részvény vagyon, ugye Amerikában minden cégnél van részvényopciós program, meg alapvetően ugye a részvény megtakarítása sokkal hangsúlyosabb, mint a Wing kontinensen. Ez az arány Európában alacsonyabb, mármint a top 10% aránya vagyonból, de ugyanez igaz a jövedelemre is, ez itt például Franciaország ábrája, ez meg itt Magyarország. Lehet ez a World Inequality Database, még nem hallott a mészáros családról. Az USA szempontjából ez mutatja, miért akarják a demokraták a gazdagokat jól megadóztatni, ami a lakosság maradék 90%-ának minden bizonnyal szimpatikus, vagy legalábbis a maradék többségének, de azt is mutatja, hogy ha az adóemelésekkel mondjuk jól odatoszunk a tőkepiacoknak, akkor a jövedelemadó az árfolyamon együtt visszaesik, bár ezek ugye csak rövid távú hatások. Szóval a lényeg, hogy nehéz az amcsi adósság rendezése, én nem lennék meglepve, hogyha ez az ábra, ami a Kongresszusi Költségvetési Bizottság szerint a jövőt mutatja, és hát nem egy túl rózsás képet fest a jövőről, szóval nem lennék meglepve, hogy ez valóságá válna. Nyilván a politikusok vágya, hogy lényeges adóemelés a gazdaság visszafogása nélkül tegyék rendbe a költségvetést, mert úgyisten igazából arra lenne szükség, hogy a kiadásokat csökkentsék, a bevételeket növeljék, és figyeljenek oda a kiadásokra, tehát igazából amit így a demokraták meg a republikánusok akarnak, így abból lehetne valami normális dolgot csinálni, de hát így nyilván hogy egyik párt se akar. Szóval a politikusok vágya, hogy egy fájdalom nélkül oldják meg a gondokat, ami hát úgy lehetséges, hogyha az USA gazdasága irtózatosan felpörög, hát és gyakorlatilag kinövik az adósságot, hát természetesen ezt így manapság nem mástól várjuk, mint a mesterséges intelligenciától, ahol például az irodista, a tudásmunkát végzőktől 4-5-szörös produktivitás növekedést is várnak, hát ezek az optimisták nyilván az árkinvesztesek, de ez akár azt is jelentheti persze, hogy 5 évvel kevesebb emberre lesz majd szükség, de ezt majd meglátjuk. De mondjuk így Európa szempontjából fontos, hogy hát így politikai megfigyelők szerint bárki is nyer, azért a kiadásokra oda kell majd figyelni, és hát például így a katonai jelenlétet Európában kiadáscsökkentés címen jól lecsökkenthetik az amerikaiak, ami nehéz helyzetbe hozza majd az európai vezetőket, mert senki sem akar katonáskodásra költeni a jóléti rendszerek helyett, mármint Európában. De amiről most beszélünk, ugye alapvetően az amerikai költségvetés helyzete, meg az amerikai adósságpálya, ezek ilyen hosszú távú folyamatok, 10-20 éveket mentünk előre, nyilván mindenkit az érdekel, hogy mi lesz 2-6 hónap múlva a tőzsdéken, hát ezt én nem tudom, de ha te igen, akkor írd meg kommentbe. Az USA gazdaság lassulása az tény, a kérdés az, hogy lesz-e gazdasági visszaesés, recesszió, a klasszik indikátorok szerint, különben mind igen, ilyen ugye a forduló hozamgörbe, meg még több milyen van, ugye ezek mind azt jelzik, hogy hát recesszióba kerülünk, ami általában ugye árfolyameséssel is jár. De hogy valami optimista és az elmúlt 50 évet nézve unikális dologgal fejezzük be, 1995-ben Alan Greenspan jegybank elnöksége alatt elkezdték a kamatokat csökkenteni, hogy megelőzzék a gazdaság visszaesését, előtte ugye emelték a kamatokat, mi az infláció is megindult felfele, és Greenspanék sikerrel jártak, elkerülték a gazdasági visszaesést, a csökkenő kamatok pedig jelentősen hozzájárultak a 90-es évek végének internet lufiának kialakulásához, vagyis az árfolyam száguldáshoz, a további árfolyam emelkedéshez.
A csoda, hogy nem kerül recesszióba a gazdaság, azért most is megtörténhet, mert a Biden adminisztráció az idén jó megtolta a költségvetési költekezést, ugye hát minden ilyen választáson nyerni akaró politikus ezt teszi, hogyha megteheti, és hát még annyi hasonlóság is van, hogy a 95-ös időszakot nézzük, akkor ugye az internet láz kezdett tombolni, most meg hát itt van nekünk a mesterséges intelligencia. Hiába a folyamatos összeomlás várakozás, igen, pozitív forgatókönyvet is lehet találni, hogyha valaki nagyon keresi. Na ennyi fért a mostani videóba, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!